Sziasztok, sziasztok! Először is bocsánat azért a zilált külsőért, de ma egész nap zúgott az eső, és többszörösen megáztam. Úgyhogy most szárad a hajam, nem olyan rég értem haza. Nos, hát biztos látjátok a címből, hogy most mit készülök bejelenteni, igen, befejezem a csatornámat. Nincs ennek semmi különös oka, csupán annyi, hogy elfogyott az indítatás, és más vizekre evezek, pontosabban ott már régóta vagyok. Úgy gondolom, hogy a YouTube-nak már egy kicsit nem magának a platformnak, hanem ennek az egész vlogos világnak már egy kicsit leáldozott szerintem, mert az emberek nem töltenek a gép előtt ülve, vagy a telefon előtt ülve 10 perceket, hogy nézzék valakinek a vlogját. Magamból indulok ki, mert már én sem nézem ezeket a hosszú vlogokat. Egyszerűen se türelmem, se időm, se semmim nincsen. Mosogatás közben is inkább vagy podcasteket hallgatok, vagy interjúkat színészekkel. Tehát a vlogra én azt hiszem, hogy oda is kell nézni, mert hát ugye azért a képi világa sem mindegy. Tehát én inkább beszélgetéseket hallgatok, így hát munka közben, és így ezek a vlogok már elsikadtak, meg úgy látom, hogy már mások is azért úgy nagyjából hagyják abba őket, mert hát most már nincs igazán létjogosultságuk. Igen, a TikTokra mentem át, mint ahogy már erről máskor is meséltem, hogy most már sokkal jobban szeretem. Úgyhogy aki szeretett és követett és szeretné továbbra is látni, amit csinálok, TikTokon megtalál. Fledermaus, Fledermaus, kétszer egymás írva van a nevem. Megtaláltok, minden nap töltök föl, hát olyan 3-5 videót, van amikor többet, néha kevesebbet, de inkább többet. Mindenféle műfajban, énekes, táncos, vicces, de vlogok is vannak, ugye hát a TikTok terjedelme maximum 1 perc, de így gyorsan összevágva, és akkor 1 perc alatt meg lehet nézni. Zenével, zene nélkül, stb. Mindenféle van a csatornámon, úgyhogy meg tudjátok nézni. Igen, ez a csatorna itt YouTube-on 2015-ben indult, és akkoriban vegán csatornának indult, mert azt gondoltam, hogy majd ugye úttörőként, mert elsők között voltam szinte, akik ebbe belevágtak, kezdtem el, de aztán egy kicsit meguntam, hogy erről, mert hát annyira elharapódzott már ez a vegánság, aminek nagyon örülök egyébként, csak már elég rossz irányba is elindult, de erről is volt már videóm, hogy már miért nem szeretek ezzel a témával foglalkozni. Úgyhogy csak szépen csöndben csinálom a dolgomat, de nem igazán beszélek róla. Igen, szóval vegán csatornaként indult, aztán nagyon gyorsan átment vlog csatornába, mert annak volt igazából létjogosultsága. És most pedig elérkezett a búcsú pillanata. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok. A csatornát nem törlöm, a videókat sem. Lehet, hogy egy-kettőt privátba rakok, de szerintem még az se biztos. Azon kívül nyitva hagyom természetesen, mert bármikor jöhet valami olyan, amit mindenképpen meg szeretnék csinálni, vagy közölni, és nem fér bele egy percbe. Tehát azt nem tudom TikTokon megcsinálni, akkor viszont rakok föl videót, de így nem fogok már, mert hát lehet érezni az utóbbi időben, hogy már egyre ritkultak a videók, mert semmi kedvem nem volt hozzá, meg mondom, már nem igazán foglalkozom YouTube-bal, már nem nézek másokat sem. Na, szóval akkor gyertek át TikTokra, aki szeretne látni, és ott találkozunk, és ott meglátjátok, milyen bolond vagyok. De hát ott mindenki az tulajdonképpen, és nagyon-nagyon jó fejemberek vannak, csak a megfelelő embereket kell bekövetni. Tehát ott barátságok alakulnak ki, meg minden. Úgyhogy gyertek és nézzétek. Fledermaus, Fledermaus. Sziasztok!